Nyilván én is az egészségügyi felelősségi rendszert nagyon fontosnak tartom. Itt Erzsi nagyon részletesen tényleg sok ötletet mondott, és feltétlenül javasolnám, hogy tényleg le kellene írni, és ezt közkincsé kellene tenni. Én azzal egészíteném ki például a foglalkozásokat, hogy nagyon fontos lehet a tapasztalatoknak az átadása. Én a saját példámat hadd mondjam el, most már ugye egész elfogadhatóan mozgok, de október 10-én egy gerincsérvel műtöttek. Na most, hogyha gyakorlatilag én többet tudtam volna itt a gerincsérvel kapcsolatos külső jelekről, akkor nem jártam volna be 3 éven keresztül azt az utat, amit bejártam, és lényegében ballában majdnem megbénult. Pedig csak egy dolgot kellett volna tudni, hogy járni sarkon és lábujjegyen. Azonnal kiderül, hogy az van bénulás, vagy nincs bénulás. A másik pedig, hogy tegnap voltam éppen kontrollvizsgálaton, és Kaliszki főorvosornál, aki egyébként ugyanebben a teremben 3 évvel ezelőtt tartott egy előadást. Nagyon sokszor megnéztem a videót, és az is segített egy picit, hogy erőszakosabb legyek. Tehát gyakorlatilag nagyon sok beteg volt ott, akikkel beszélgettem várakozás ideje alatt, hogy nagyon sokunknál az emeri vizsgálatot nagyon nehezen készítették el, ami kiderítette volna. Csak 2 dolgot, de biztos, hogy klubban rengeteg ilyet lehetne összeszedni. Aztán a módszertanban ugye írásos dolog. Ugye az Erzsi is, hogyha egyszerre számítógépbe írta volna, akkor már most ki lehetett volna osztani. Hisz nem vagyunk, jó, csak úgy általában mondom, nem vagyunk szakemberek. Nyilván továbbadni ezt, amit te elmondtál, lehetetlen. Figyeltem önmagunkat, alig-alig jegyzeteltünk. És hát ami meg az emlékezetünkben megmarad, az meg még kevesebb. Ez rendkívül fontos. A másik pedig, ugye látjátok, hogy én most is videófelvételt készítek, ez a legnagyobb lehetőség, hogy ha föltehetjük az internetre, most nem akarom húzni az időt, de majd mindjárt ott, hadd kérjelek meg, van egy kis cédula, mindenkinek adjatok, egyet vegyetek el. Tehát például az egészségnap, amiről az Erzsi beszélt, annak a videót itt Sándor felrakta az internetre, meg lehet nézni, ragyogóan. És ebben az a jó, hogy nem neked kell elmondani, hanem bárki, aki internetet használ, az otthon kényelmesen meg tudja nézni. Ott a YouTube oldalakon, ha beírjátok a kis ablakba, hogy Arabóna Győr, akkor nagyon sok videó megjelenik, és ott megtaláljátok az egészségnapnak az előadásait, úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartom. És hát ugye, amire itt mind a két előadó utalt, a számítástechnika fontossága. Ott van egy oldal, a Magyar egy számítástechnikai körnek az oldala, a kis cédulán. Nézzétek meg, és amíg nem mertétek rászállni magatokat arra, hogy tanuljatok számítógépet, vagy éppen tablettet kezelni, akkor feltétlenül tegyétek meg. Úgy nem hallhatunk már meg, higgyétek el, hogy nem kezelünk számítógépet. Nem szabad idegenkedni. Információt leginkább onnan tudunk szerezni, és az információ az hatalom. Higgyétek el, ez a mi korunkban is nagyon fontos. Vagy éppen ugye a szellemi frissességhez hozzátartozik, hogy nem a tévé előtt bóbiskolok, vagy olyan rejtvényeket fejtek, hogy még el se kezdtem fejteni, de már tudom, hogy mi a vége, mert akkor a rutinom van. Ezek nem sokat érnek szellemileg. De a számítógépnél, ha egy billentyűt rosszul nyomsz le, akkor nem azt csinálja, amit kell. Tehát ösztönözzétek egy magatokat is, 2 klubtársaitokat is, hogy feltétlenül, amíg van ez a lehetőség, hogy nagy élet képzésre lehet járni, addig feltétlenül jöjjetek. Én itt csak abba hagyom ezt a dolgot, de tényleg egyetértek az Erzsivel abban, hogy ötletelni kell, és persze nyilván ez azon múlik, hogy a klubban mit tudunk megvalósítani. De biztos, hogy tenni érdemes részben önmagunkért, mert éppen az előadó utalt arra, hogyha másról látom, hogy fogyókúrázik, ha nekem feleslegem van, akkor lehet, hogy én is ösztönzést kapok, és elkezdek fogyókúrázni. Tehát egymásról nagyon jó hatás. Külön is köszönöm, hogy eljöttetek és lelkesedjetek Erzsivel együtt, mert Erzsi viszont nagyon lelkes.